édeskés história. Piripiri nagyherceg, Nolnoy unokaöccse, édes fagyökér országura, vígan piruettezett a pogácsából épített kastély előtt. Háromszögletű kalapocskáját emelgette. Holkifli kisasszony vígacskán üdvözölte a paprika piros torony mögül. Juhi, juhi, alhikmo. Magácska nagyon bőkezű fiú, mutassa a tenyere közepét. Így kérte Piripirit Bolbol néne, a bazsarózsa képű vastagocska jó nő. Piripiri nagyherceg fitoskás orrát izgágással illegette-villegette, s rá sem hederített az asszonyságra. A varjú csőrű Tóni bácsi pedig ripacsos képével éppen most tűnt fel a zöld kerítés legislegvégén. Minden fonák volt itt. Bolondos fák, bolondos emberek, pupikék a felhők, és kacskaringósak az utak, mint a kisemberkék csalafinta agyveleje, akik itt éltek ebben a mesevárosban. Juhi, juhi, olik, muf! Volt kifli kisasszony megint lekiáltott a felhők közül. Piripiri nagyherceg toalettet csapott, készült a találkára. Arcocskáját risporozta, szépségtapaszokat rakott rája. A vénházak almazöldek voltak, mint az ő ruhája. A manyúlia virágok fehérek, hókán fehérek, mint a sejem harisnyája. És azok a kis kavicsok, amik az úton voltak szép rendben elrakosgatva, olyanok, mint az ő körmöcskéi a hosszú ujjai legcsúcsán. Tóni bácsi az éjszaka boros őre kiáltott. Minden birka bordián, így nyugalma csöndes legyen, így nyugalma csöndes legyen. Úgy hangzott a szava, mint berosdásodott öreg órák ketyegése. A retekmadrágos alabárdosok úgy vonultak a vén meseváros alatt, mintha bizony háború fenyegetné birka bordiánát. A béke pedig általános volt. Habos, fodros, ezüst felhői az égnek, belé kacagtak ebbe a cudar békességbe. Na, mi lesz veled, herceg Piripiri? Siess, mert elhalásszák előled holkifli kisasszonyt a fodros ezüst felhők, na mi lesz? Az eszem adta hercegecske tétovázott. Micsoda csoda dolgot eszeljen ki, miféle csalafintasággal kaparintsa meg magának a parányi ezüst kiflit. A volt kisasszony, pedig az most is incselkedett vele. Juhi, juhi, alhik muf! Végre elkészült Piripiri toalettjével, és most Bolbol néne cukrászdájában a kék gyerekekkel, a vakolat gyerekekkel dominózott. Gyülekeztek a vígvároska még vígapolgárai. Nakongszi páleányai, szőke csodák, mind eljöttek ma este a cukrászdába. Ecsettel festegették hosszú szemöldökeiket, és tollegyezőjükkel, mohós ijegységgel egyezték magukat. Nagyon, de borzasztóan szépek Nakongszi páleányai, különösen, ha eljön az este. Nappal összezsugorodnak, és úgy szonyókálnak papíros házacskáig sötét zugában. Esti virágok. Hely, te bolondos Nakongszi pál! Hercegünket megtévolítod. Elcsavarják ezek a szőke gyerekek még azt a parányi eszecskéjét is. Holdkifli kisasszony krinolinját magára ölti, s lassan illeg-billeg a felhők között kedves kicsi urgun-burgun táncot. A retek-nadrágos alabárdosok pedig felhőfodrokon fölmennek az ő kastélya elé, és ott várnak. Alabárdjaikat a térdükre támasztják, és várnak. Piripiri herceg jön háztűz nézni. Bolbol anyó cukrászdájában még mindig dominózik a mi Piripiri hercegünk. A kék vakolat gyerekek meg udvarolnak a szalmasárga szépeknek. Ott telnek az órák, telnek a percek. Piripiri tömi szájába sok édességet. Majszolgatja szép csendesen. Kívül minden kék szint vesz fel.
szürkület van, nakong szipáni hajnal. Smarag csíkok futnak az ég alján, s a tornyak aranyjal kivert fedelei borzasztó szépen csillognak, mintha kicsípték volna magukat a nevezetes napra. Piri-piri herceg jön háztűz nézni. A tulipiros házfedelek ugyancsak hivalkodnak az eperszedő tér kellős közepén, pedig hiszen szerény polgári háza. Pékek, szűcsök, tímárok, kötélverők laknak benne. Piri-piri herceg ott szunnyad a bársony kereveten elnyúlva, a bolbol néne víg cukrászdájában. Egyszerre felriad, szemecskéjét törölgeti. Ennyi teremtette már délvad. Hé, öreg apám, ne süssön olyan nagyon. Nagyapó leereszti a borzasztó nagy függönyt az égre, és Piri-piri tovább szunnyad. A retegnadrágos alabárdosok fehér, hosszú sörényi paripáikon lehorgasztott fejjel szammognak vissza a paprika piros torony irányába. Csak papik tizedes hiányzik. Hercegünket, Piri-pirit jelenti be a holdképű kisasszony kastélyában, hogy jön háztűz nézni. Eddig tartott Gulácsi Lajos meséje. Ugye érdekes? És ugye, hogy senki más a világon meg nem írhatta volna. És ettől...